Örülök, hogy most benne vagyok. Kilakoltatás című filmet forgatjuk. Ez az Inkubátor programban készülő első nagyjátékfilmünk. Többen is első filmesek. A dráma és a komédia határán helyezkedik el. Kaotikusan végződő ilyen kilakoltatási eljárásnak a történetét meséljük el. Egy bírósági végrehajtót játszom, és ennek a srácnak van egy nagyon fontos nap az életében, amikor is élete első egyedülálló kilakoltatásán vesz részt. A dinamikát és a feszültséget inkább a mozgás által próbáljuk éreztetni a nézővel. Elég sokat mozgok én is a szereplővel. Az természetesen a fizikai része, hogy ezt a viszonylag nehéz és nagy apparátust én hordozom és én mozgatom. Egy nagy kaland számomra, hogy tulajdonképpen egy hónapon keresztül én egy napot élek. És azt nagyon intenzíven. Viszont ugye 20 napig forgatjuk, és ezt nagyon nehéz például megoldani, hogy más időjárási körülmények mellett is pont ugyanúgy nézzen ki. Egy olyan karaktert kerestem, akire elhiszük, hogy egy bíróság végrehajtó, de van benne egy olyan érzékenység és emberi ilyen esendőség, ami által ugyanennek a szereplőnek az emberi oldalát is meg tudjuk mutatni. Mindig is furcsa kíváncsisággal, fájdalommal, együttérzéssel, ilyen ambivalens érzésekkel viseltettem ez iránt, a téma iránt. Talán ez a legnagyobb kérdés, vagy ez a, amit én mindig fölteszek magamnak, hogy belém szorult ennyi emberség. Mészáros Blanka, aki egy aktivistát játszik a filmben, és az összes ilyen apró szerepre is a kedvenc színészeimet kértem fel, és szerencsére mindenki azonnal vállalta. Azt hiszem, én a kevésbé vicces figura vagyok. Egy végrehajtó cég főnöke. Szeret mindent irányítani, szereti kézben tartani a dolgokat. Egyre több és több ember érkezik ki a helyszínen, akinek semmi keresni valója nem lenne itt. Hihetetlen apparátus, statiszták, darú, meg mit tudom én, tehát ez már önmagában egy nagyon nagy élmény volt. Utána biztos nagy üresség lesz bennem, és most jó. Ennyi!